javuló tendencia. 8% alá csökkent a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkanélküliségi ráta a 2010-es 20%-ról. Egyre nagyobb a kereslet, 2019-ben ugrásszerűen megnövekedett az új autót vásárlók száma. Ölhet a mustgáz, a színtelen szagtalan, a levegőnél nehezebb széndioxid tavaly is több ember halálát okozta a pincékben. Nyolc százalék alá csökkent a munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2010-es 20%-ról. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezt az eredményt több program is elősegítette az elmúlt években, ennek egyike az évelején indult munkaerőpiaci reform projekt. Ennek köszönhetően 8 hónap alatt 10.500 fő talált állást a megyében. 2019 évelején mintaprojektként indult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkaerőpiaci reform. Ez az önkormányzat és a pénzügyminisztérium közös programja. Az új módszertan célja, hogy a vállalatok igényei szerint megtalálják a megfelelő munkaerőt a megyében. A programot sikeresnek értékelték a pénteki sajtótájékoztatón. A kormány megbízott arra is alapozta a kijelentését, hogy pár hónap alatt 10.500 fő kezdett dolgozni az elsődleges munkaerőpiacon. Az elmúlt években a megyei munkanélküliségi ráta is nagy mértékben javult. 2010-ben az egyik legnagyobb kihívás az az volt, hogy hogyan lehet azoknak az embereknek munkát adni, akik munkanélküliek voltak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a szám megközelítette a 20%-ot. Ma már 8% alatt van a munkanélküliségi ráta a megyében. Nyilvánvalóan van teendünk, el vagyunk még maradva az ország más részéhez képest, de nekünk jóval mélyebbről is kellett ezt a munkát elkezdenünk. Ezért is örülünk minden egyes olyan esetnek, amikor sikerül abban segítséget nyújtanunk, hogy a munkáltató és a munkavállaló egymásra találjon. A reformprogram legfontosabb eleme a foglalkoztatási szolgálat átalakítása volt. Nagyobb hangsúlyt kapott a vállalati kapcsolattartás, de az álláskeresők is újfajta profilozást tapasztalhatnak. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási osztályok munkatársai, mint munkaerőpiaci tanácsadók elbeszélgetnek az álláskeresőkkel. A körülbelül 8-10 perces beszélgetésen érdeklődnek a végzettségükről, a korábbi tapasztalatukról. Az adatok alapján egyszerűbben tudnak munkát keresni az érintetteknek. A reformprogram az ország megyéinek kétharmadában már működik. A következő hónapok feladata, hogy országosra bővítsék. Aztán egy újabb mintaprojekt indulhat jövő évben. Akkor azokat próbálják majd megszólítani, akik bármilyen végzettség hiánya miatt nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Olyan várhatóan térítésmentes képzések indulnak, amelyek elvégzése után könnyen találnak majd állást a még jelenleg munkanélküliek. Nem mi fogjuk kitalálni ilyen hűvös irodák rejtekében, hogy most erre vagy arra lenne szükség, hanem nagyon szigorúan a vállalati kapcsolattartó kollégákon át begyűjtve ezeket az információkat, szervezzük majd ezeket a képzéseket. Tehát minden tiszteleten mondjuk a fitness menedzsereké például, de ők piaci alapon is föl tudnak készülni erre a hivatásra, mert erre van fizetőképes kereslet mondjuk, tehát az ő képzettségük az alapján finanszírozható piaci oldalról. De mondjuk az építőipari ágazatban például nagyon-nagyon nagy nyomás van a munkadók részéről, hogy bizony induljon olyan képzés, amivel festő, bádugos, burkoló, stb. A megyei munkaerőpiaci helyzetet többek között egy 7 milliárd forintos megyei foglalkoztatási paktum is segíti. Ez a projekt is előtérbe helyezi a vállalkozások és cégek igényeit, közölte a megyei közgyűlés elnöke. Van egy fórumunk, amelyet működtetünk a program kezdetétől, amelyben vállalkozások is, helyi kis- és középvállalkozások, kamara, agrárkamara, kereskedelmi és iparkamara részt vesznek a fórum munkájában, és folyamatosan kapjuk tőlük az impulzusokat, hogy milyen támogatási igények vannak, 70 vagy 100%-ban legyen a támogatási intenzitás 4 vagy 6 hónapban. Ezeket folyamatosan reagálva a munkaerőpiac igényeire ezt kezeli a fórum szervezet, illetve a képzési programokat is a fórummal köröltve indítjuk el. Nem csak a megyei foglalkoztatási mutatók javultak az elmúlt években, amíg 2010-ben közel 3,7 millió ember dolgozott Magyarországon, addig ma már ez a száma 4,5 milliót is meghaladja.
Ugrásszerűen megnőtt az új autók iránti kereslet 2019-ben, a használt autópiacon is növekedés tapasztalható, miután a babaváró támogatást sok fiatal házaspár fordítja autóvásárlásra. Bár egy használt benzines jármű drágább, mint egy dízel, mégis népszerűbb a vásárlók körében. Évről évre növekszik az autóvásárlások száma az országban, ezt támasztják alá az idei év eddigi adatai is. 2019-ben elsősorban az új autót vásárlók száma nőtt meg ugrásszerűen. Ez Gulyás József, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke nyilatkozta televíziónknak. A használt autópiac 2019 évben gyakorlatilag az első év, amikor igazán nagy növekedése nincsen, egy minimális, egy másfél százalékos darabszám növekedést mutatható ki. Ebben az évben az új autó eladás az, ami gyakorlatilag csúcsot dönt. A statisztikák szerint évvégére 150 ezer feletti új autó darabszám várható, használt autó pedig valószínűleg a tavalyi évet tudja megismételni. A babaváró hitelnek köszönhetően az új és a használt autópiacon is növekedés tapasztalható a fiatal házasok esetében. Az autóvásárlási program hatására sokan beszámítatják régi autójukat, így még kedvezőbben juthatnak hozzá új járműveikhez. A beszámításoknak köszönhetően a használt egyterűek árai csökkenő tendenciát mutatnak. A három gyerekeseknek járó 7 személyes gépkocsi támogatás 2,5 millió, az csak az új autókra jár, illetve a max. Egy éves tesztautókra. Tehát ez a használt autópiacot sajnos éppen hogy negatívan érinti, hiszen a fiatal 7 személyes gépkocsik, ha így a kereslet egy kissé visszaesik, hiszen a új autóra 2,5 millió támogatást lehet kapni. A babaváró hitel ez gyakorlatilag július 1-től igényelhető. Már megjelentek a piacon azok a fiatal házasok, akik ezt a babaváró hitelt esetlegesen, ha nem is 7 személyes, de más gépkocsikra fordítják. A erőjelzések szerint ez azért keresletnövekedést fog előidézni a piacon, mind az új autó, mind a használt autó piacán. Gulyás József hozzátette, a használt autó piacon a 8-10 éves járművek a legkelendőbbek. A tapasztalatok szerint a benzines autók annak ellenére is népszerűbbek a vásárlók körében, hogy akár 25%-kal is drágább lehet, mint egy ugyanolyan kondíciókkal bíró dízelüzemű gépkocsi. Ismét itt a mustgáz veszély. Az őszi szüreti szezonban sok gazda már a mustot érleli a pincéjében. Nem árt azonban minden évben figyelmeztetni a borászokat, hogy tudatosan járjanak el az erjedési folyamat ellenőrzésekor. A mustgáz, vagyis a széndioxid színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, amely tavaly is több ember halálát okozta a pincékben. Körülbelül másfélszer olyan nehéz a széndioxid, mint a levegő, tehát a mélyebb területeken, például pincékben gyűlik össze. A közhiedelemmel ellentétben ez a gáz nem mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos állapotba kerülhet, aki mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Ezért érdemes elővigyázatosnak lenniük a borászoknak. A szüreti időszakban gyakran érkezik bejelentés széndioxid mérgezésről, ami a must erjedése során szabadul fel. Belégzése előbb rosszul léthez, majd ájuláshoz vezethet, és amennyiben nem érkezik időben a segítség, akár halált is okozhat. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Tavaly 3 ember halálát okozta a mustgáz, ezek közül egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyében Kékcsén történt. A must terjedésekor mustgáz keletkezik, széndioxid tulajdonképpen, amely kiszorítja a levegőt és a talajhoz közeli részen telepszik meg. Ellenőrizhetjük a széndioxid jelenlétét a legegyszerűbb módszerrel, egy égő gyertyával, ugyanis hogyha megyünk lefelé a pincébe egy gyertyát, hogyha a lapátra tesszük, hogyha elalszik a gyertya, akkor jelen van a széndioxid. Ebben az esetben nem ajánlatos lemenni a pincékbe, csak sűrített levegős légzőkészülékben. Dudás Szilvia hozzátette, ha széndioxiddal mérgezett ember találunk, azonnal hívni kell a segélyhívót, és minél hamarabb el kell kezdeni az épület rész szellőztetését. Fontos tudni, hogy a szénmonoxid érzékelő készülékek nem alkalmasak a széndioxid jelenlétének kimutatására, tekintve, hogy nem azonos gázokról van szó.
Halálos közlekedési baleset történt péntek délelőtt Nagy-Cserkesz térségében. A 36-os főút 36-os kilométerénél fának csapódott egy kis teherautó. A balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre légimentők is érkeztek, a gépkocsi vezetője azonban a mentősök erőfeszítései ellenére a helyszínen belehalt sérüléseibe. Futóverseny miatt lesznek változások a közlekedésben szombaton Nyíregyházán. 9 és 13 óra között a harmadik koloplaszt jótékonysági félmaraton és mini maraton által érintett útszakaszokon a rendőrség a polgárőrséggel együttműködve időszakos forgalomkorlátozásokkal biztosítja a mezőny biztonságos elhaladását. A torlódások elkerülése és a zavartalan közlekedés érdekében a szükséges kereszteződésekben rendőri irányítás mellett haladhat a forgalom. A verseny idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a megyei rendőrfőkapitányság, melynek honlapján a verseny pontos útvonala is megtalálható. 48 alkotással megnyílt a 2019-es őszi tárlat Nyíregyházán. A kiállításnak már 46 éves hagyománya van a Szabolcsi megye székhelyen. A tárlatra a megyében élő és dolgozó képző és iparművészek pályamunkáit várták a szervezők. Ebben az évben sem tematikához, sem műfajhoz nem kötötték a nevezést. 1955 óta minden évben szerveznek őszi tárlatot Nyíregyházán. Erre minden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő és dolgozó képző és iparművészek pályamunkáját várják, szakmai szervezetekhez való tartozástól függetlenül. Ebben az évben a Váci Mihály Kulturális Központ biztosítja a kiállítás helyszínét. Kezdetben a Városi Galéria rendezte ezeket a tárlatokat, és 2009-től 10 éve pedig a József András Múzeum munkatársai. Idén 90 pályamunka érkezett, elsősorban képzőművészeti alkotások, fotók, kevés iparművészeti anyag érkezett be, és a zsűri 48 alkotást választott ki, amit most ma itt a Váci Kulturális Központban be is tudtunk mutatni. Ebben az évben sem tematikához, sem műfajhoz nem kötötték a nevezést. Idén iparművész nem jelentkezett az őszi tárlatra, és plasztika is kevés van. A kiállítók között szerepel többek között Németh Erika, Szepesi Béla és H. Németh Katalin is, de pályakezdők alkotásait is várták a szervezők. Én úgy érzékelem, hogy általában véve ugyanolyan a látogatottság az őszi tárlatnak. Szerintem nagyon fontos ezt megrendezni, mert valójában ez egy leképezés, annak egy tükröt mutat a város a megye felé, hogy ilyen a megye művészeti élete, hogyan fejlődik, milyen irányba halad, tehát ezt mindenképpen fontos nyomon követni. És hát nem utolsó sorban presztízs kérdése is szerintem egy városnak, hogy legyen őszi tárlata, hogy legyenek megbecsülve az itt élő és dolgozó alkotói, művészei. Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata ebben az évben Horváth János munkáit értékelte a legjobbnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat díját pedig Csutkai Csaba fotográfus kapta. A pályázati munkáim az a Noszvajon készült barlang lakásokba úgynevezett részleteket fotózgattam, ami a noszvai barlang lakásokról tudni, illetve az tényleg órákat lehetne mesélni. Én csak egy javaslatot tudok tenni, hogy akik tudnak, menjek el, nézzenek meg, főleg alkotóssal foglalkozó emberek, mert igen-igen inspiráló környezet. Amit pedig fotóztam, az elsődlegesen részletek, kő, fa, de főleg a kővel kapcsolatos dolgok ragadtak meg, és ezeknek egy kicsit átgondolásába, belenyúlásába, de nem nagyon keményen. A tárlat október 13-áig látogatható a Váci Mihály Kulturális Központ földszinti kiállító terében. A bajnoki szünetet követően ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Miriuta László együttese az NB1 hatodik fordulójában a Mezőkövesdet fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban.
Öt forduló után két hetes szünet volt az élvonalban, amelyet minden csapatnál igyekeztek a lehető legjobban kihasználni. Messze míg az őszi szezon vége, a december 14-i zárásig még 11 bajnoki meccset játszanak az NB1-es együttesek. Kisvárdán elégedettek lehetnek az eddigi szerepléssel, mivel 5 mérkőzésen 9 pontot szerzett Mirjuca László együttese. Persze arról szó sincs, hogy hátradőlének a Várkerti stadionban. Nem lehet megnyugodni, mert ez a 9 pont... Tekintettel arra sem, hogy a tavalyi első 11 fordulóban 8 pontot szereztünk, és azért a tavalyi időszakban több olyan együttes volt, aki nagyon gyenge rajtot kapott el. Most viszont azt lehet látni, hogy bárki képes bármit megverni, gondolok a Kaposvár debreceni sikerére, és az Alegerszeg is ugye most már 4 pontos, aki a tavalyi két feljutó volt. Tehát tulajdonképpen ez egy sokkal kiegyenlítettebb bajnokság, már most az elején. A következő időszak életbevágó fontosságú lesz. Talán mondhatom, hogy a Mezőkövesd után van még a Ferencváros, és azok a csapatok jönnek, amelyek ellen tavaly sikerült pontokat szereznünk, és most is talán elvárható, mert ugyanezt gondolják valószínűleg ők is, úgyhogy nem lesz könnyű egyetlen egy mérkőzésre, mindenki élet-halál harcot vív. Minden egyes hétvégi mérkőzés egy külön csata, amelyre nagyon komolyan föl kell készülni, és mindenkinek a vérét kell adni. A szombati ellenfél Mezőkövesd is jól kezdte a bajnokságot, 4 győzelmet követően a legutóbbi fordulóban hazai pályán a Pastól szenvedte el első vereségét Kuttor Attila együttese. A Mezőkövesd egy játszó, nagyon jó csapat, nekik is az erősségük, hogy az állandóságot képviselik, és én úgy érzem, hogy mi is képesek vagyunk egy olyan teljesítményre, mint amelyre a tavalyi utolsó fordulóban hazai pályán. Nyilván nagyon sok tényezője van egy mérkőzésnek, de a pillanatnyi forma, illetve a koncentráció, és talán az, hogy melyik csapat lesz nyugodtabb, fogja ezt eldönteni. A Kisvárda Mezőkövesd mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 6. forduló további párosítása a következő: Újpest Debrecen, Budapest Honvéd Molfehérvár FC, Diósgyőr Zalaegerszeg, Puskás Akadémia Kaposvár és Paks Ferencváros. Győzelemmel zárta első és valószínűleg utolsó hazai felkészülési meccsét a Hübner Nyíregyháza BS. Siska János együttese a Vasast fogadta és 101-78-ra verte fővárosi ellenfelét. A Kék Cápák szeptember 27-én Baján kezdik a bajnokságot. Október 5-én már bajnoki meccsen csap össze a két csapat a fővárosban, csütörtök este azonban még felkészülési mérkőzés játszottak egymással a Tiszavasvári úti csarnokban. Rendhagyó módon 12 perces negyedekből állt a mérkőzés, amelyen végig a hazaiak vezettek. A Vasas ettől függetlenül kemény, harcos ellenfélnek bizonyult, így a 101-78-as nyíregyházi győzelemmel záruló találkozó jól szolgálta mindkét csapat felkészülését. Azt kértem, hogy keményen védekezzenek, illetve lehet, hogy az utolsó edzőmeccsünk, hogy próbáljunk gyakorolni olyan dolgokat, amit eddig nem gyakoroltunk a felkészülés alatt, illetve szerettem volna, hogyha mindenki játszon, örülök a győzelemnek. A csapatkapitány Buzs Iván is elégedett volt a Kék Cápák teljesítményével. Egy feladatot kaptunk még az öltözőben, a védekezésünkkel nem volt teljesen megelégedve az előző meccseken, Jani, és 70 pont alatt kellett tartanunk az ellenfelet. Ez a 10 perces negyedekre lett volna érvényes, mivel 12 percet játszottunk, ezzel kiebb tolódott, és sikerült is abszolválni. A védekezésünk rendben volt, és az utóbbi években ez annyira nem volt jellemző ránk, de a sorra nyertük az edzőmeccseket, a szlovák túrát kivéve, úgyhogy nagyon fontos szerintem ez a csapatnak az összhang és a hangulat szempontjából, és úgy érzem, hogy jól összeálltunk, és várjuk a szezonrajtot. A nyíregyházi csapat 4. NB1-es szezonjának vág neki. Az irányító optimistán tekint a bajnokság elé. Az vagyok, de nem szeretném elbízni sem magam. Szerintem azt már említettem még egy előző nyilatkozatomban, az elmúlt évhez viszonyítva szerintem egy rivális kiesett, ugye az oroszlánnyal, azzal, hogy a TF esett ki, nem megbántva őket, de szerintem ugyan a játék előtt fognak képviselni. Viszont sűrűsödött is a mezőny, ilyen 5-től 10. helyig bárki bárhol veszett meccseket, és valaki le is nyilatkozta valamelyik csapatnál, hogy idegenben tényleg nem lesz könnyű meccs, ezt tapasztaltuk Salgótarjánban is, a Honvéd pályán is. Úgyhogy optimista vagyok, a 4 az tényleg mindenféleképpen be szeretnék kerülni, aztán tényleg meglátjuk, mire lehetünk képesek. A jövő héten egy külföldi játékos érkezik a nyíregyházi csapathoz. A bajnokságot szeptember 27-én Baján kezdik a Kék Cápák. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
A 2019-es év elején mintaprojektként indult Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a munkaerőpiaci reform. Ez az önkormányzat és a pénzügyminisztérium közös programja. Ennek köszönhetően csak ebben az évben 10.500-an találtak új állást a megyében. Nem csak a megyei foglalkoztatási mutatók javultak az elmúlt években, amíg 2010-ben közel 3,7 millió ember dolgozott Magyarországon, addig ma már ez a szám a 4,5 milliót is meghaladja. Évvégén akár a 150 ezret is meghaladhatja az új autóeladások száma, ami kiemelkedően nagy ugrást jelent az elmúlt évekhez képest. A használt autópiac is növekedést mutat, ez többek között a szabad felhasználású babaváró támogatásnak is köszönhető. Bár a használt benzines járművek drágábbak, mégis többen veszik, mint a dízelautókat. Ismét itt a mustgáz veszély. Az őszi szüreti szezonban sok gazda már a mustot érleli a pincéjében. Nem árt azonban minden évben figyelmeztetni a borászokat, hogy tudatosan járjanak el az erjedési folyamat ellenőrzésekor. A mustgáz, vagyis a széndioxid színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, amely tavaly is több ember halálát okozta a pincékben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 13-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, szombat este pedig heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szombaton gyengén és közepesen felhős időszakok és területek váltakoznak, majd kora délutántól gomoly felhős napos idő várható, egy-egy zápor előfordulhat. Az északi szél megélénkül helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul. Vasárnap az ország nagy részén kevés felhő zavarja a napsütés, csapadék nem várható. Hétfőn a több órás napsütés követően felhők érkeznek észak felől, délutántól néhol kialakulhat záporzivatar. Kedden hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását, szorványosan számítani kell esőre, zápor esőre, helyenként zivatar is kialakul. Feltámad az északnyugati szél, ezzel hidegebb levegő árasztja el térségünket. A hét közepére több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Gyenge hideg front hatás miatt előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés, ingadozhat a vérnyomás, hosszabbá válhat a reakcióidő.